Legális és illegális bevándorlás miatt folyamatosan emelkedik a muszlim lakosság aránya az Európai Unióban. Ezt a folyamatot pedig jelentősen gyorsítja az is, hogy a bevándorló gyökerű családokban általában több gyermek születik, mint az őshonos családokban. Ahogy nő a muszlimok száma, úgy lesz egyre értékesebb réteg a politikai pártok számára. Köszönöm szépen, Szajf Omar, a vendégem a Migráció Kutatóintézet vezető kutatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mi ugye beszélünk a tanulmányáról, de én azért azzal indítanék, hogy hogyan lehetne megfogalmazni, már ha meg lehet, hogy mi az az iszlamofóbia? A helyzet az, hogy az iszlamofóbia túl egy nagyon átpolitizált fogalommá vált manapság. Beszélhetünk iszlám ellenességről, vagy muszlimokkal szembeni ellenérzésekről, ami egy, mondhatjuk, hogy egyfajta természetes reakció az európai társadalmakban, hiszen egy olyan kultúrából származó emberek, olyan kultúrkörből származó emberek érkeznek, amelyeknek a szokásai furcsák, nagy tömegben érkeznek, ilyenkor természetesen megjelenik a félelem a kultúravesztéstől, az idegen tömegektől. Az iszlamofóbia viszont egy politikailag nagyon terhelt fogalom, leginkább azért, mert ezt a fogalmat kisajátították olyan politikai és érdekkörök, amelyeknek nem feltétlenül az európai társadalmi békének a megteremtése a célja. Beszélhetünk itt különböző liberális egyetemi körökről, beszélhetünk a muszlim közösségen belüli periférikus muszlim iszlamista csoportokról, és beszélhetünk külső hatalmakról, amelyek az iszlamofóbia kérdéskörét megfogalmazva próbálják súlykolni az Európában élő muszlimokba is, hogy őket üldözik, őket elnyomják, őket a vallásuk miatt megvetik az európaiak, ami egy nagyon veszélyes folyamatot eredményezhet. 15-20-30 évvel ezelőtt még talán több is, nagyon sok török vendégmunkás érkezett Németországba, beilleszkedtek, dolgoztak. Akkor erről szó se volt. Leginkább azért nem, mert a 60-as, 70-es években érkező bevándorlók, nem csak a törökök, hanem mondjuk a marokkóiak, algírok, afrikaiak, magukat elsősorban etnikailag, nemzetiségi alapon definiálták, és éppen ebből kifolyólag az ellenük irányuló diskurzus is inkább etnikai alapon történt, vagy nemzetiségi alapon, ami azt eredményezte, hogy ezt a bevándorlás ellenes erőket rögtön megbélyegezték rasszistának, kirekesztőnek, ezáltal politikailag szalonképtelenné váltak. Majd a későbbiekben egyrészt importálta az európai közvélemény is az amerikai elképzelést, miszerint az iszlám az egy ideológia, ezáltal lehet kritizálni, és felemelkedtek Európában azok a szűk iszlamista csoportok, amelyek magukat az iszlám képviselőiként próbálták pozícionálni. Fontos kihangsúlyozni, hogy az eféle csoportok, mint a muszlim testvériség, a tablighi dzsemaát, különböző szalafita csoportok valójában periférikusak, és éppen ezért tehették meg azt, hogy ők az iszlám nevében szólaljanak meg, ezzel tematizálják az egész problémakört egy vallási irányba. Az is a háttérben lehet, hogyha nyilván valamilyen terrorista akció ehhez a körhöz köthető, ám nagyon sokan nyilván nem vesznek részt ezekben az akciókban, ám őket is atrocitás érheti. Aki meg ezt szóvá teszi arra, meg azt mondják, hogy kérem szépen, ő meg iszlamofób. Igen, az a helyzet sajnos, hogy a diskurzust minden oldalon most már a szélsőségek kezdik uralni. Tehát itt elsősorban azt kell látni, hogy különböző liberális egyetemi körök nagyon erősen megbélyegzik azokat, az iszlamofóbia vágyát próbálják rásütni azokra, akik kritikusan állnak ehhez a kérdéskörhöz. Hasonló módon ezt például ezek a már említett vallási csoportok is megteszik, és megjelentek külső aktorok is ebben a történetben. Itt beszélhetünk például Törökországról, amely hagyományosan erős diaszpóra politikát folytatott Európában, elsősorban az etnikai törököket próbálta megcélozni, majd mostanában egyre inkább a muszlim közvéleményt is, európai muszlim közvéleményt is próbálná megszólítani, és évről évre kiadja az úgynevezett iszlamofóbia jelentését, amiben egy külső hatalomként tehát monitorozza az európai eseményeket, ami súlyosabbá teszi a helyzetet, hogy ebben egyébként közreműködnek különböző Európában élő kutatók is, akik a saját országaikról fogalmaznak meg terhelő dolgokat ebben a jelentésben. Az ön tanulmányának az a címe, bocsásson, hogy csak most érek ide, szabad-e kritizálni a muszlimokat és az iszlámot? Mire jutott a végén? Hát kritizálni... Sajnos még nem olvastam, de be fogom pótolni. Kritizálni természetesen szabad mindenkit. Itt a kérdés az, hogy ezzel ki milyen politikai érdekeket sért, és nagyon erősek azok a csoportok, akik azt szeretnék elérni, hogy ne lehessen kritizálni, tehát szeretnék az
iszlamofóbiát, vagy az úgynevezett iszlamofóbiát a rasszizmussal egyenértékű váddá tenni, amelynek a viselője, ennek a bélyegnek a viselője magát kiírja a szalonképes politikai közbeszédről. A probléma az, hogy ezek az álláspontok nem képviselik a Európában élő muszlimoknak a véleményét, hiszen azt kell látni, hogy az Európában élő muszlimoknak a vallás csak egy rétege az identitásnak. Az ön által is említett törököknek, kurdoknak, perzsáknak, beszélhetünk elég sok nemzetiségről, az etnikai hovatartozása az legalább annyira fontos, mint a vallási hovatartozása, éppen ezért nincs közöttük egység. Legalább ennyire fontos a lakhely szerinti identitás, hogy mely európai országban éltek, honnan jöttek, milyen társadalmi osztályba tartoznak. Az iszlamofóbia vágya éppen ezért veszélyes, mert egy tág társadalmi konfliktust eszencializál egy nagyon-nagyon szűk irányba, ezáltal azt a látszatot, azt a hamis látszatot kelti, hogy itt kizárólag egy vallási kérdésről van szó, miközben azért ez egy sokkal átfogóbb kérdéskör. Mennyire van ez a kérdés átpolitizálva? Mert hisz hallani, hogy bizonyos erők, elsősorban baloldali erők azért támogatják a migrációt, mert hogy azt majd egyszer, amikor állampolgárságot szereznek, ezzel a szavazati jogot a migránsok meghálálhatják. Ez megint csak egy összetett és egy változó kérdéskör egyébként. Azt látjuk, hogy amikor megérkeztek az első bevándorlók, beszélhetünk muszlimokról vagy nem muszlimokról is, a munkaköreik miatt, hiszen elsősorban munkásosztálybeli emberek érkeztek, ők a baloldali ernyőszervezetek, szakszervezetek alá kerültek be, és többnyire baloldali pártok voltak azok, amelyek engedélyezték a családegyesítést, amelyek liberalizálták az állampolgárság felvételének a jogát, tehát itt mondhatjuk, hogy van egyfajta baloldali örökség az Európában élő bevándorlók és muszlim bevándorlók politikai prioritásaiban. Viszont idővel ez változik. Azt látjuk például, hogy a német CDU-nak a népszerűsége szintén a török diaszpóra körében egyre erősödik, mégpedig azért, mert egyszerűen ők már gyökeret eresztettek Németországban, és a CDU-nak nagyon erős támogatási rendszere volt a kis és közép vállalkozások számára, amiben a törökök általában érdekeltek. Tehát ez egy nem csak világnézeti, hanem elsősorban gazdasági folyamat. Érdekes, annak ellenére, hogy a szociáldemokrata új német kancellár azt mondta, hogy a kormányprogramban is benne van, hogy Németország bevándorló ország. Azt kell látni, hogy a nagy politikai szólamok jól hangzanak, de sokszor félre mennek. Tehát a bevándorlók is elsősorban a maguk gazdasági érdekeit nézik. Sok európai párt, és mostanában egyre inkább egykori kereszténydemokrata pártok is próbálnák megszólítani az úgynevezett a muszlim bevándorlókat, viszont ez nagyon elcsúszik éppen amiatt, mert a muszlimokat szólítja meg, nem pedig konkrét csoportokat. Tehát, mint ahogy látjuk a törökök esetében is, sokkal célszerűbb egy gazdasági intézkedéssel megszólítani őket, semmint egy vallási jelszóval, ami egyébként nem feltétlenül rezonál jól a közösségben. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.